Hey, Elliot Roger here. I'm up in the hills in Montecito right now. It's truly a beautiful day. But, as I've always said, a beautiful environment is the darkest hell if you have to experience it all alone. Fiatal férfiként annyira megviselte, hogy nem tud nőkkel kapcsolatba lépni, hogy inkább úgy döntött, megöli mind. Bár a bosszúja nem úgy sikerült, ahogy eltervezte, gyászoló családokat hagyott maga után. A pokoli tervéről és jellemének leépüléséről digitális nyomokat hagyott hátra, ami mentén jól rekonstruálható a tombolása és bukása. Sziasztok, Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények. Ma is egy felkavaró ügyet mutatok be nektek a csatornán, aminek negatív főhőse Elliot Roger, vagy más néven a szűzgyilkos, vagy az inszelek királya, vagy ahogyan ő hívta magát, a legfelsőbb úriember. Elliot ügye nagyon jól dokumentált. YouTube-ra feltöltött videóin keresztül végig lehet követni a narcisztikus jellemének kialakulását, egészen addig, amíg az általa vélt sérelmek hatására be nem kattant és kezdett vérengzésbe. Elliot Roger története Angliában, pontosabban Londonban kezdődik, ahol 1991. július 24-én világra jött. Apja Peter Roger, híres angol filmes és fényképész. Édesanyja Lee Chin, aki szintén a filmiparban dolgozott. A szülei egy forgatáson ismerkedtek össze, és szerettek egymásba. Elliot születését megelőzően 2 évvel. A szüleinek egy lányuk is volt, Elliot kishuga, Georgia. 1996-ban, amikor Elliot 5 éves volt, a család a kaliforniai Los Angelesbe költözött, annak érdekében, hogy apja tovább tudja építeni a filmes karrierjét. Miután berendezkedtek, Elliot a Topanga általános iskolába kezdett járni, ahol jól beilleszkedett, mondhatni ideális tanuló volt, és még pár barátot is szerzett magának. A 7. születésnapján megkapta az élettől az első csapást. A szülei úgy döntöttek, hogy elválnak. Így neki és kishugának, Georgiának egy hétköznapi anyuka és egy hétvégi apuka jutott. Elliot alapjában véve csendes és visszahúzódó kisfiú volt. Boldog, de önbizalom hiányos. Mindig próbált beolvadni és utat találni a menők csoportjához. Több, de inkább kevesebb sikerrel. A szülei válása és az azzal járó kétlakiság nem igazán javított Elliot alacsony önbizalmán. 2 hónappal 7. születésnapja és a vállást követően apja bemutatta neki új párját, Sumaya Akabunt. A nő szinte azonnal oda költözött apjához, és még mielőtt Elliot ráeszmélt volna, Sumaya az új nevelőanyja lett. Lehet pont emiatt Elliot és Sumaya sokszor egymással szembe kerültek. Amin az sem segített, hogy Elliot egyáltalán nem fogadott el semmit sem a számára kívülálló nőtől. Az állandóan visszatérő viszályuk a következő években rányomta bélyegét a család életére. Elliot viszonylagosan gazdag környezetben nőtt fel, sokszor töltötte a nyarat más országokban, és gyakorlatilag bármit megkapott. A cuccai ellenére tinédzser korára a baráti köre lassacskán leszűkült. Elliot idővel a piszkálások és a kiközösítés középpontjába találta magát, mint célpont. Maradt pár barátja, de igazán nem sok. Talán 1 vagy 2. A helyzete otthon is egyre bonyolultabbá vált. Elliot 13 éves korára apjának és mostoha anyjának, Sumayának közös gyermekük született. Egy kisfiú, akit Jazznek neveztek el. Ekkor döntött úgy a tinédzser évei elején, hogy elindítja YouTube csatornáját Elliot blogja néven. Ezt a fórumot leginkább arra használta, hogy panaszkodjon magányáról, és visszatekintsen a gyerekkorára. Hey, Elliot Roger here. Right now I'm just taking a walk through the park in this really nice, secluded area. I'm just contemplating about my life and how unfair it's been lately.
Ever since I started desiring girls, but they never desired me back. Life has been a living hell since then. Right now it's spring break. Everyone else my age is out having fun with their friends and their girlfriends. Here I am, taking lonely walks through a park. Eliotton kezdett elhatalmasodni az egyedüllét, és hajlott át szépen depresszióba. Sajnos a kortársai zaklatása és csúfolódása nem ért véget, sőt egy alkalommal osztálytársai hozzáragasztó szalagozták a fejét a padjához. Ez és az ehhez hasonlók miatt Eliotnak sűrűn kellett iskolát váltania. A régi, megmaradt barátok teljesen eltűntek mellőle, újakat pedig nem tudott szerezni. 16 éves korától a nehéz tinédzser évei miatt pszichológushoz kezdett járni. Az alkalmak mellett gyógyszert is kapott, nem is akármilyet, hanem risperidont, ami egy antipszichotikum, és a skizofrénia, valamint a bipoláris zavarok kezelésére is használják. A blogjában viszonylag nyíltan beszélt mindenről, sőt, arról is, hogy nem volt hajlandó beszedni a felírt gyógyszert. 18 éves korára az elszigetelődése csak fokozódott. Ekkora már csak egy maroknyi online baráttal tartotta a virtuális kapcsolatot. Szüleinek sokszor panaszkodott, hogy a való életben képtelen barátokat szerezni magának, és nem utolsó sorban a vele egykorú lányok észre sem veszik, nemhogy beszélnének vele. Hogy ezeken változtasson, elhatározta, hogy először is megtanul vezetni, hát ha ettől majd jobban felfigyelnek rá a lányok. Másodszor pedig odafigyel az öltözködésére, ugyanazonokból. Elkeseredetten próbált beilleszkedni az őt körbevevő világba. Miután a jogosítványát megszerezte, kapott is egy autót, haját stílusosra vágatta és lecserélte a ruhatárát. A társai a változást észrevették, Eliott viszont ennek ellenére nem próbált közeledni feléjük, beszédbe elegyedni velük, azaz barátkozni. Sőt, ehelyett a kocsijában kuksolt állandóan, még az ebédszünet alatt is. Arra várt, hogy majd a többiek megteszik az első lépést. Hey, Elliot Roger here. I'm just sitting in my car right now, after watching that beautiful sunset descend beyond that hill up there, enjoying a nice vanilla latte. Oh yeah, that's nice. A hétköznapok egyedül léte mellett a hétvégéi is hasonlóan teltek. Az ideje nagy részében a számítógépén lógott, Warcraftot vagy Halo-t játszott, három online ismerősével, James-szel, Philippel és Edisonnal. 18 éves korának végére rájött, hogy először is a tínédzser éveit gyakorlatilag azzal töltötte, hogy haragudjon a világra, másodszor pedig, hogy nem passzol egyetlen baráti körben sem, attól eltekintve, hogy meg sem próbált csatlakozni egyikhez sem. De a leginkább az dühítette, hogy nem feküdt le vele egyetlen lány sem. Igazából egyetlen barátnője sem volt. Ezek miatt Eliott emberekhez fűződő viszonya és érzései egyre mérgezőbbé váltak. Ahogy azt naplójában nyíltan leírta, akármikor meglátott egy párocskát kézen fogva vagy csókolózni, mérhetetlen szomorúság és düh fogta el. Egy alkalommal egy pohár forró kávét öntött egy csókolózó párra egy Starbucks kávézóban. Bár ez a cselekedete is eléggé ellenséges volt, a viselkedése ettől kezdve csak erőszakosabbá vált. 2011-ben Eliott 19 éves volt. Június 4-én beköltözött egy kényelmes bérleménybe két fiúval, Santa Barbara Isla Vista tengerparti negyedébe. Tette ezt azért, hogy innen járhasson az ottani főiskolára, a UCSB-re. Szinte azonnal, hogy az új környezetében megkezdte új életét, az elszigetelődése és magánya visszatért. Egy héten belül összeveszett lakótársaival, akik egy hónapon belül el is költöztek. De az őket követőkkel sem jött ki jobban. Szinte minden nap összekapott velük valamin, nem is beszélve a fiú rasszista megnyilvánulásairól, ami miatt egy alkalommal majdnem fizikai bántalmazásra került sor a lakótársak között. A lányok iránti vágyódása sem hagyott talább, már egyáltalán nem bírta elviselni a párok látványát. Olyannyira,
hogy gyakran, ha meglátott egy fiút és egy lányt együtt, hazaszaladt, hogy a sarokba bújva sírjon és sajnálja magát. Az élete 2012-ben sem lett jobb, sőt, haladt lefelé a depresszió és a gyűlő harag útján. Ebben az évben végül teljesen abbahagyta a főiskola látogatását, mert nem bírta nézni az egymással enyelgő párocskákat. Elliot egyre több időt és pénzt fordított szerencsejátékra, azon belül is lottózásra. Azt gondolta, ha megnyeri a lottót és gazdag lesz, akkor a gazdagságával együtt a várva várt női figyelmet is megszerezheti. Február első hetében $100, több mint 30 ezer forintot költött lottószelvényekre. Nem meglepő módon nem nyert. A rákövetkező héten már maga biztosabban $500, több mint 150 ezer forintot költött lottóra. Három az igazság alapon a harmadik héten is elvert $700, több mint 200 ezer forintot ugyanerre. Végül az utolsó két hete is hasonló eredménnyel zárult, mint az első. Az elköltött $1300-jáért, ami több mint 400 ezer forint, nem kapott semmit. De a vereséget sem ismerte el. Sőt, azt gondolta, hogy a nyeremény jár neki, és egészen biztosan valahogy azt elcsalták tőle. Nem sokkal ezután élete egyik legmélyebb és legsötétebb depressziójába esett. Miközben a tavasz elérte a csodaszép tengerparti Isla Vista negyedet, Elliot ideje nagy részét a szobájában töltötte. Mérgesen, szomorúan és egyedül. Amikor egyáltalán kimozdult, azt egyedül tette. Lehetőleg nem forgalmas helyeken, miközben videókamerájával megörökítette a helyeket és a gondolatait. Hey, Elliot Roger here. I'm up in the hills in Montecito right now. It's truly a beautiful day. But, as I've always said, a beautiful environment is the darkest hell if you have to experience it all alone. And sadly, I've been alone for a very long time. And my problem is girls. I don't know why you girls are so repulsed by me. I dress nice. I'm sophisticated. I'm magnificent. I have a nice car, a BMW. I'm polite. I'm the ultimate gentleman. Look at how fabulous I look. And yet, you girls, you never give me a chance. And that's just such an injustice because I'm so magnificent. I deserve girls much more than all those slobs I see at my college who are somehow able to walk around with beautiful girls. I mean, look at me. I'm gorgeous. But you girls don't see it. I should be the one with the girls. But you never give me a chance. It's such an injustice. I don't know why you girls hate me so much. I've always wished I could ask you this, and this is my way of asking you this. This is the only way I can ask you. 2012. februárjában Elliot egyetlen, ha lehet mondani hosszú távú barátja, per ismerőse is megelégelte a fiú állandó panaszkodását, radikalitását, agresszív látásmódját, és véget vetett ismeretségüknek. Elliot teljesen egyedül találta magát. Baráttalanul ebben a hideg világban. Szeptember egyik éjjelén Elliot elhatározta, hogy bánatában egy egész üvegborra végezni fog, de nem sikerült neki, sőt, nagy igyekezetében az egészet a laptopjára öntötte, amitől az tönkrement. Emiatt másnap el kellett mennie újat vásárolnia. Miután megrendelte a számára megfelelő laptopot, a bolt arra kérte, hogy várjon, amíg azt feltelepítik neki. Elliot nem akart bent várakozni, inkább kisétált. Azaz átsétált a szemben lévő lőtérre. Ez a pár lépés volt az, ami megváltoztatta az életét. Már régebben is fantáziált arról, hogy bosszút áll. Bosszút áll a nőkön úgy általában, hogy megvonták tőle a szex lehetőségét. Ott, azon a lőtéren az eddigi fantáziái kezdtek testet ölteni.
Az első pár lövés után még azt kérdezte magától, hogy mit keresek én itt? Hogy hagyhattam, hogy ide jussak? Ez a felismerése viszont a lőtéren töltött idő múlásával elhalványodott, és egészen más felé kezdtek gondolatai fordulni. Arra a felismerése jutott, hogy az emberek nem mások, mint brutális állatok. Ha nem tud közéjük tartozni, akkor nem is kell, hogy közéjük tartozzon. Elég, ha elpusztítja az összeset. Az ezt követő napon feljegyzéseibe a következőt írta. Nem akartam, hogy így alakuljanak a dolgok. Boldog és egészséges életet akartam. Szerelemmel és szexel. De ha már nem vagyok alkalmas ilyen életre, nem marad más lehetőségem, mint bosszút állni a társadalmon. Hogy megvonta ezt tőlem. 2012. decemberében Elliot vásárolt egy Glock 34-es típusú kézilőfegyvert. Az ezt követő tavaszon pedig egy újabbat, egy Sig Bauer P226-ost. 2013. július 20-án Elliot valahogyan eljutott egy partira, ahol beszeretett volna hálózni egy lányt. Hogy növelje az esélyeit a bulit megelőző két hétben, keményen gyúrt a szobájában. De tervei ellenére újból csak az történt, ami mindig. Teljes mértékben ignorálták. Elliot leitta magát és kiült egy 3 méter magasan lévő erkélyre, ahol mások is mulatták az idejüket. A társalkodási kezdeményezése végül veszekedésbe torkolt, olyannyira, hogy Elliot megpróbálta az egyik lányt lelökni az erkélyről. Nem sikerült neki, sőt végül őt lökte le egy srác, aki közbelépett, hogy megvédje a lányt. Ezután még jól meg is verték. Az este végeredményeként kórházba került, ahol meg kellett műteni a törött bal lábát. Ez volt az, Elliot visszaemlékezése szerint, ami hatására elkezdte aprólékosan kidolgozni a bosszú állásának napját. Mivel a lába törött volt, és a gyógyulása időbe telt, ezért a terve kivitelezésével is várnia kellett. Ugorjunk előre 2014 első hónapjaira. Ezekben az évkezdő hónapokban, amik egyébként Elliot tervének a beteljesülését megelőző utolsó hónapok voltak, a fiú idejének nagy részét a szobáján kívül a szabadban töltötte. Megmászta a közeli hegyeket. Hosszú sétákat tett a tengerparton, végiglátogatta Santa Barbara parkjait, és nézte a naplementét kocsiában, miközben hosszan elmélkedett saját létezéséről. De bárhová is ment. Mindenhol párokba futott, ami felháborította. Mindeközben filmezte magát a kocsiában, és azon kívül is, ahogyan elmondja gondolatait. A videóit feltöltötte a YouTube-ra, de senki sem figyelt rá. Hey, Elliot Roger here. I'm just sitting in my car right now, enjoying the view of the beach. And my view has been ruined by this sight right here. In front of me, sitting right there on that bench, is a young couple. I presume about my age. I was enjoying such a nice view until they came and sat down and started kissing. This is the reason why life isn't fair. Why does that guy get to have such a beautiful girlfriend while I'm all alone? Why? They're kissing right now. It's torture for me to watch, but I have to do this. I have to film this. I have to show the world why life isn't fair. I have to show everyone why I hate the world. Because no girl would do this with me. Look at them. He's in heaven right now. Sitting on this beautiful beach with his beautiful girlfriend, kissing her, feeling her love. While I'm sitting here all alone. Because no beautiful girl wants to be my girlfriend. I hate them. I hate them so much. Why does he deserve to get that experience and not me? I can only imagine
the heavenly things they'll be doing together when they go back home tonight. I'm sure they'll be having sex. What will I be doing? Lying in my bed alone. It's not fair. Life is not fair. Alig egy héttel az előző videó feltöltését követően a rendőrség kopogtatott be Elliot ajtaján. Valaki mégiscsak megnézte a felvételt, és azt gondolta, hogy aki feltöltötte, nem biztos, hogy rendben van. Ezért felhívta az egészségügyi hatóságot, akik felhívták a rendőrséget, akik erre meglátogatták a fiút. A járőrök Elliotot szobája előtt az ajtóban faggatták ki, többek között arról, hogy nincsenek-e öngyilkos gondolatai. Elliot elütötte a helyzet élét, és azt hazudta, hogy minden a legnagyobb rendben van vele. Pedig ez a rendőrségi látogatás megváltoztathatott volna mindent. Legalábbis akkor az egyenruhások tovább mennek és benéznek a fiú szobájába. Ott megtalálták volna a fegyvereket és a hosszú írásos értekezéseit arról, hogy mit fog véghez vinni és hogy miért. Sajnálatos módon viszont nem jutottak be Elliot hálószobájába. Elliot radikális gondolatai ekkora már megszilárdultak, és érzései súlyosan erőszakos irányba hajlottak. Terve a bosszú napjára komplikált és véres volt. Két napra osztotta a végső leszámolását. Első lépésként azt tervezte, hogy elhajt édesapja házához, és ott megöli mostoha anyját, Sumayát, és mostoha fivérét, Jazzt. Mindig is utálta Sumayát, és zavarta a nő létezése. A meggyilkolása édes bosszú lett volna számára. Jazzt pedig nem engedhette, hogy felülkerekedjen rajta, mint férfi. Neki is mennie kellett. Mindezt akkorra tervezte, amikor apja üzleti ügyben távol van. Petert nem akarta bántani. Második lépésként visszavezetett volna Isla Vistába a család egyterűjével, ahol elsőként lakótársaival végez, hogy az így megüresedett lakást használni tudja a későbbi áldozatai megkínzására és megölésére. Ekkor George Chen és Chen Yun Hong lakott Elliottal. Miután a fiúkkal tervei szerint végez, tovább megy a második fázis fő célpontjához, az egyik diáklány szövetség, az Alpha Phi házához, ahol csinos, szőke fiatal lányok laknak. Miután itt mindenkivel végez, áthajt a negyed tengerparti sétányára, ahol annyi embert öl meg, amennyit csak tud, mielőtt maga felé fordítja fegyverét. Elliot Roger Istennek látta magát, aki sokkal többet érdemel annál, mint amennyit itt a földön megkapott. A manifesztójának utolsó oldalára a következőket írta. Elliot Roger vagyok. Káprázatos, ragyogó, felsőbbrendű, kimagasló, isteni. Én állok a legközelebb ahhoz, hogy élő isten legyek. Az emberiség egy undorító, romlott és sátáni faj. Az én dolgom az, hogy megbüntessem mind. Meg fogom tisztítani a világot mindentől, ami rossz. A bűnhődés napján valóságos Isten leszek. Megbüntetek mindenkit, akit tisztátalannak és romlottnak vélek. Az ítélete napjának előkészületei viszont nem a terv szerint alakultak. A leszámolása első lépése azaz, hogy végezzen mostoha anyjával és mostoha testvérével, azt igényelte, hogy apja ne legyen otthon. És bár Peter eredetileg azt tervezte, hogy elutazik arra az időre, az útját az utolsó pillanatban lemondták. Ezzel tudtán kívül megmentette felesége és fia életét. Elliotnak emiatt igazítania kellett a tervén. Apja új családját így nem tudta kiirtani, viszont azok egyterűjét saját BMW-jével tudta helyettesíteni. Mielőtt akcióba lépett, rögzített egy utolsó videót a YouTube-ra. Hi, Elliot Roger here. Well, this is my last video. It all has to come to this. Tomorrow is the day of retribution. The day in which I will have my revenge against humanity. Against all of you. I'm 22 years old and I'm still a virgin. It has been very torturous. It's not fair. You girls have never been attracted to me.
I don't know why you girls aren't attracted to me, but I will punish you all for it. I don't know what you don't see in me. I'm the perfect guy, and yet you throw yourselves at all these obnoxious men instead of me, the supreme gentleman. I will punish all of you for it. You will finally see that I am, in truth, the superior one, the true alpha male. Yes. Well, now I will be a god compared to you. You will all be animals. You denied me a happy life. And in turn, I will deny all of you life. It's only fair. I hate all of you. I've waited a long time for this. I can't wait to give you exactly what you deserve. Utter annihilation. 2014. május 23-án Elliot belekezdett őrjöngő leszámolásába. Elsőként két lakótársát, George Chent és Chen Yuang Hongot szurkált a halálra. A két lakótárs barátja, Weihan Wang épp náluk volt látogatóban. Neki is mennie kellett. A három fiatal férfi összesen 142 késszúrás szenvedett el Eliottól. Ezután este 9 óra 17 perckor feltöltötte az elkészített utolsó videóját Elliot Roger megtorlása címmel. Egy perccel később szétküldte a 137 oldalas manifestóját 34 embernek. Többek között mindkét szülőjének, más családtagoknak, pszichológusának, néhai iskolai tanárának és gyerekkori barátjának. A pszichológusa alig 5 perccel a levél megérkezése után felhívta Elliot édesanyját, aki azonnal hívta apját, Petert, majd a rendőrséget. Mint Peter, mint pedig Lee Chin azonnal elindult otthonából Isla Vista felé. De ekkor már túl késő volt. Elliot ekkora már beindult. Az Alpha Phi Lányszövetség házához hajtott, azzal a szándékkal, hogy mindenkit lelőjön, akit ott talál. De miután az épület ajtaja zárva volt, és a kopogtatására senki nem felelt, az épülettől eltávolodva kiment az utcára. Ott, jobb híján, 3 arra sétáló Delta-Delta-Delta lányszövetségi tagot meglőtt. Kioltva ezzel Katie Cooper és Veronica Weiss életét, és megsebesítve Bianca Decockot. Ezután tovább hajtott a Pardal Roadra. Az autójából kiszállva gyalog megtámadott egy élelmiszerboltot, ahol megölt egy fiatal tanulót, Christopher Michael Martinezt. Miután végzett, továbbhajtott a városrész közepe felé, miközben autójából próbált több járókelőt is lelőni, illetve elütni. A zavargásra 3 rendőrjárőr érkezett, akikkel Elliot tűzharcba keveredett az Acorn Parknál. A rendőrök megsebesítették a csípője bal oldalán, mire a fiú elhajtott. A járőrök folyamatosan a nyomában voltak, miközben menekült. Elliot eközben igyekezett minél nagyobb pusztítást maga után hagyni, ezért elütött egy biciklist is úgy közben. A tombolástól és a sebétől megszédülten végül a BMW-jét összetörve belehajtott egy másik autóba. Innen már nem volt hová tovább menekülnie. Utolsó lépésként maga felé fordította a fegyverét és fejbe lőtte magát, ezzel vetve véget az esztelen tombolásának. Az őt követő rendőrök pár másodperccel később holtan találták a kocsi a volánja mögött. Az autó mellett pedig még ott feküdt a frissen elütött biciklista, akiről első pillanatban azt hitték, hogy résztvevője a gyilkosság sorozatnak. Az ártatlan áldozatot ezért először megbilincselték, de miután tisztázta magát, perceken belül elengedték. A rendőrség hamarosan összekötötte Elliot tombolását az aznap este lelőtt 3 fiatal áldozattal. Másnap reggel pedig megtalálták a fiú lakásán a másik 3 halottat is. Elliot Roger mind a 6 áldozata a UCSB-n tanuló diák volt. Veronica Weiss 19 éves. Annak ellenére, hogy friss diákja volt a főiskolának, mély benyomást hagyott évfolyamtársaiban. Kedvesnek és barátságosnak ismerték. A Delta-Delta-Delta lányszövetség tagja volt. Fiús lányként felnőve imádta a sportokat.
ezért a főiskolán csatlakozott a futó, az úszó és a vízilabda csapathoz is. Miközben kitűnő érdemjeggyel végezte az iskolát. Barátnője Effie is Klavenitis így nyilatkozott. Egy nagyon kedves szívű ember volt. Teljesen le vagyok döbbenve. Ez egy értelmetlen tragédia, amit egy borzasztó szörnyeteg vitékhez. Katie Cooper 22 éves. Katie szenyorként csak hetekre volt az államvizsgájától. Veronikához hasonlóan a Delta-Delta-Delta lányszövetségbe tartozott. Szeretett csinosan öltözni és eljárni szórakozni. Cooper Chino-Higgs-ben nőtt fel, ahol régi tanárai okos és felejthetetlen gyerekként emlékeztek rá. Középiskolás tanárnője a következőt mondta róla. Egyike volt az általam az évek során tanított 2500 diáknak, de Katie kiemelkedett közülük. Cooper művészet történelmet és archeológiát tanult halálakor. Christopher Martinez, 20 éves. Christopher Martinez számára a UCSB nem a tanulmányai végét jelentette. Miután megszerezte 3 éves főiskolai diplomáját angolból, tovább szeretett volna menni jogi egyetemre. Richard Martinez, Christopher apja így nyilatkozott. Christopher egy igazán remek kölyök volt. Kérdezzenek bárkit, aki ismerte. Halála után a családunk teljesen összetört és elveszett. Miért kellett meghalnia? Mindig csak a fegyverviselési jogról beszélnek. Christopher élethez való jogával mi a helyzet? Mikor lesz már ennek az őrültségnek vége? Mikor mondja azt elég ember, hogy állítsuk meg ezt az elmebajt, amiben élünk? A vérengzés napján a rendőrség a következő 3 diák holttestét találta a 6598 Selville Road 7-es szám alatt. Weihan Wang, 20 éves. Mielőtt lakótársa halálra szurkálta volna, Wang elmondta szüleinek, hogy Elliot viselkedése miatt el fog költözni mellőle. A fiú nagyon jó barátja volt a másik két lakásban talált áldozatnak, de szülei elmondása szerint nem jött jól ki Rogerrel. A főiskolán programozást tanult. Tervei szerint a tanév után a nyarat családjával töltötte volna, miközben meglátogatják a Yellowstone Nemzeti Parkot, és megünneplik 21. születésnapját. Anyja a következőket nyilatkozta. Mit csináljak most a fiam nélkül? A fiam az életem. Annyira büszke vagyok rá. Chen Yuan Hong, 20 éves. Cheng szintén programozást tanult. Társai kedves és okos srácnak írták le, aki ha tehette, segített. Eredetileg Taipeiből származott, de a középiskolát már San Joséban végezte el. Egyik osztálytársa így emlékezett rá. Ő volt a legkedvesebb srác. Nagy lelkű és mindig kész arra, hogy másokon segítsen. George Chen, 19 éves. Amikor nem a két mellette holtan fekvő barátjával volt, George igyekezett társadalmi szerepet vállalni és támogatni a közösséget, ahol él. Tagja volt egy buddhista segítő szervezetnek, a Tsuchipnek, és időnként időseknek segített a ház körüli teendők elvégzésében és a bevásárlásban. Édesanyja az emlékére tartott virrasztáson visszaemlékezett középiskolás éveire, amikor csak azért korábban járt be az iskolába, hogy segíteni tudjon a lemaradott osztálytársainak. Mindig segítőkész és kedves volt, és mindig nagyon okos, melegszívű és kedves. Emlékezett rá vissza édesanyja. A borzalmakat követő napon gyertyás megemlékezést tartottak az áldozatokért a UCSB kampuszán, annak stadionjában. 20 000 ember vett részt rajta. Peter Roger, Elliot apja, később egy interjúban megosztotta haragját, kétségbeesését és zavarodottságát. Arra a kérdésre, hogy néha, amikor arra gondol, hogy a fia mennyi fájdalmat okozott, kívánja-e azt, hogy bárcsak meg sem született volna? Azt válaszolta, hogy igen. A borzasztó vérengzés ellenére Elliot Rogerre sokan az inszelek királyaként gondolnak. A nem választott cölibátusban élő inszelek egy olyan online szubkultúrához tartoznak, akik úgy határozzák meg magukat, mint akik nem képesek romantikus és szexuális partnert találni maguknak, annak ellenére, hogy szeretnének.
Ez az a közösség, ami Elliottal szimpatizál, és tettét megbocsátja az általa átélt romantikus és társadalmi szenvedések tükrében. De Elliot személyiségét nem az incel szó tükrözi a legjobban, hanem a nőgyűlölő, rasszista és narcisztikus. Erős előítélettel tekintett a nőkre, sokszor felszólalt a feketék és az ázsiaiak ellen. Magát Istennek tartotta, aki a többi ember felett áll. Persze vannak más faktorai is a tettének. Kilátszik a magányos, elmebajos férfi is, aki már régóta kezeletlenül küzd démonjaival. Nem csak romantikus, de emberi kapcsolatok híján az egyedüllét felemésztette értelme racionális oldalát. Tekintve, hogy patchwork családban élt és gyakran költözött, kapcsolatok kialakítására és a pszichés betegségének megfelelő kezelésére vajmi kevés esélye volt. Nem tudható, csak feltételezni lehet, hogy a mészárlás megakadályozható lett volna, ha időben, még fiatal kora elején megkapja a megfelelő kezelést, és tinédzser éveit végigköveti egy szakember. Ezek persze nem mentik fel az alól, amit tett. A vérengzése megbocsájthatatlan, és az igazi tragédia itt nem Elliot Rodger mentális szétesése és szenvedése, hanem az elpazarolt 6 fiatal élet. Olyanoké, akik semmilyen szerepet sem játszottak a gyilkosuk megpróbáltatásaiban. Elliot 137 oldalas kinyilatkoztatása elérhető az interneten, de igencsak leszívja az ember energiáját. Senkinek sem ajánlom. Köszönöm, hogy velem tartottatok ismét, találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!